Bohózat a Nagy Színházban Primadonnák címmel pénteken mutatják be Ken Ludwig népszerű amerikai kortárs szerző darabját. A két megélhetéssel küzdő angol színész ügyeskedve próbál pénzhez jutni, egy haldokló gazdag asszony keresi szeretett rokonait, hatalmas vagyon forog kockán. A két barát agyában már is megfogan az ördögi gondolat, ők adják ki magukat az örökösöknek. A darabot Keszig László rendezésében láthatja a miskolci közönség. Leo és Jack színházi estje botrányba fullad az amerikai Pennsylvániában. A két angol Shakespeare színész megélhetési gondokkal küzd, sürgősen pénzhez kell jutniuk. Vonatútjuk során egy újsághirdetésre lesznek figyelmesek. Jaj, Max, jaj, Steve! Haldokló asszony keresi szeretteit! Hirdatlan vagyon forog kockát! Ördögi gondolat fogalmazódik meg a fejükben, ők lesznek az elveszett rokonok. Még az sem tántorítja el őket, amikor kiderül, a rokonok valójában nők. Jacket Teddy Cornell játsza. Nekem ez az első bohózat, amit próbálok. Nagyon izgalmas munka, egészen másfajta technikát, másfajta színészetet kíván, mint egy hagyományos prózai előadás. Ezzel dolgozni, illetve tanulni a kollégáktól az nagyon izgalmas. Jó tapasztalat és jó élmény ez nekem. A két főszereplőnek a színpadon számos helyzetben kell egymásra hagyatkozniuk. Leót, a másik jó madarat, Bölcsök Olivér alakítja. Szimpatikus, nagyon szimpatikus, vagy szimpatikus benne az, hogy mindig fel tud állni minden ütésből fel tud állni, és bármilyen rossz helyzetbe kerül, abból ki tudja vágni magát, és mindig van minden kérdésre egy jó, frappáns válasza. És pláne azért nagy dolog ez, mert az ő haverja, akivel nagyon jól kiegészítik egymást, ő pedig egy ilyen örökös ellentmondó. Ken Ludwig népszerű amerikai kortárs szerző darabját a Primadonnákat Keszig László rendezésében láthatja a miskolci közönség. A boldog végkifejlethez, váratlan fordulatokon, komikus szituációkon és rengeteg hazugságon keresztül jutnak el. Én teljesen tiszteletbe tartom, hogy ez egy elég összetett történet, nagyon sok pici kis kitérővel, úgyhogy először is azokat meg kell valósítani, és utána ráhúzni, hogy nagyon komfortos legyen a miskolci színház színészeinek ezt eljátszani, tehát hogy élvezetes dolog legyen. A Primadonnákat pénteken a Nagy Színházban mutatják be.